A Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium is a kezdetektől részt vesz itt Szekszárdon a pályaválasztási kiállításon. Most is szeretnénk bemutatni újra az intézményt, ebben pedig Bán Tamás intézményvezető lesz a segítségünkre. Mit tudnál ajánlani a most felvételizőknek, pályaválasztással előtt állóknak? Hát én azt gondolom, hogy a Tolna megy egyik legrégebbi középiskolájáról beszélünk, úgyhogy mi ebben a tanévben a 212. tanévünket kezdtük el, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitívum, illetve ezen kívül olyan képzési kínálattal állunk most a továbbtanuló diákok elé, ami azt gondolom, hogy vonzó lehet, aki gimnáziumban szeretné folytatni a tanulmányait. Kicsit újítottunk is a kínálaton, hiszen a nemzetiségi kétnyelvű helyett a következő tanévtől nemzetiségi nyelvoktató oktatást fogunk bevezetni, illetve marad a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek szintén az általános tantervű képzés, és egy sima általános tantervű gimnáziumi képzésünk is van. Igen, azért nálatok a készségfejlesztés, illetve a fejlesztő oktatásra nagy hangsúlyt fektettek az intézményben. Így van, tehát a kötelezően előírt fejlesztő foglalkozásokon kívül is rengeteg olyan délutáni szabadidős tevékenységet kínálunk a gyerekek számára, ami egyébként ezeket a részképességeket fejleszti, illetve amit még mindenképpen szeretnénk megjegyezni, ugye a következő tanévtől felsőoktatásban már csak azokat a diákokat veszik föl, aki nyelvvizsgával rendelkezik, középfokú nyelvvizsgával. Nálunk kettő nyelvvizsgát is ingyenesen letehetnek, hiszen a gimnázium az egy akkreditált nyelvvizsgahely, úgyhogy az ott dolgozó kollégák felügyeletével, felkészítésével, illetve vizsgáztatásával juthatnak a tanulóink, illetve külsős tanulók is nyelvvizsgához. A német nemzetiségi hagyományőrzésre is nagy hangsúlyt fektettetek. Most is így van ez? Így van, tehát a gimnáziumnak továbbra is a nemzetiségi vonal a zászlós hajója, ezt bátran mondhatom. Itt olyan kollégákkal dolgozhatunk együtt, akik ezt szívügyüknek érzik, ezt a nemzetiségi vonalat, és rengeteg programunk van, gyakorlatilag havi szintre lebontva a 9 tanítási hónap alatt is közel 100 programot tudunk megvalósítani. Javíts, kérlek, ha tévednék, de még íjászatot is lehet választani sport témakörben? Így van, hát sajnos vagy nem sajnos azt mondhatom, hogy az úszáson kívül tulajdonképpen bármilyen sportágat lehet a Gyönki gimnáziumban választani, ami nincs, oda pedig elvisszük a gyerekeket testnevelő kollégák révén.